Sok szeretettel köszöntelek titeket a kihívás ötödik napján, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek az összes napot, illetve hogyha nem néztétek meg, akkor ajánlom nektek, hogy nézzétek meg azokat is, hiszen ez folyamatosan egymásra épülő tartalom napról napra, egymásra építkezik a dolog, ö, és ö, hát ez az utolsó nap, amikor is arról fogunk beszélni, nem húzom az időt, behelyezem magam ide lentre, Ugye nagyon-nagyon sokan készítettem egy ilyen kis kérdést a zárt Facebook csoportba, aminek a linkjét egyébként lent találjátok a leírásban, ahol ugye arról kérdezek mindenkit, hogy mi érdekli leginkább a YouTube-ba kapcsolatban, és nagyon sokan válaszolták azt, hogy mint pénzkereseti forrás érdekli őket a YouTube, tehát arról kérdeznek, hogy hogyan is tudnak... Pénzt keresni YouTube-on. Hát ez egyébként az elején engem is nagyon-nagyon érdekelt, és sokkal egyszerűbb, mint ahogy gondolnátok. Az alapjait meg tudjuk itt beszélni, de bővebb beállításokat majd valószínűleg a YouTube mentor programban fogtok tudni kapni. Na de, bizonyos feltételekhez vannak kötve, vagy van kötve ez, hogy Pénzt kereshet a YouTube-ból. Hát vannak például olyan feltételek, hogy meg kell tanulni beszélni a kamera előtt. Ugye ez egy olyan dolog, ami, hogyha az ember a YouTube-ot szeretné használni, mint tartalomgyártó, ez egy elengedhetetlen dolog, de ez természetesen igaz a TikTokra is, Instagramra is, akár bár ott lehet, hogy csak képet osztasz meg, de hogyha igenis videós tartalmat és videós marketinggel szeretnél foglalkozni, már pedig ugye ez a, jelenleg a vigágon a vezető marketing stratégia, akkor igenis valamennyire meg kell tanulnod beszélni a kamera előtt, amire én nagyon jól meg tudlak tanítani, hiszen hogyha esetleg soha nem beszéltél még a kamera előtt, akkor is vannak praktikák, amikkel tudlak segíteni a mentorprogramban, természetesen erre is ki fogok térni, nagyon sok tippem van, hiszen ugye én színészként is dolgozom, és, és én nagyon sok mindent tanultam ezzel kapcsolatban is, de mint marketinges szintén tanultam pár, hasznos fogást ezzel kapcsolatban. Ugye fontos a célközönség jó meghatározása a pénzkeresetnél is. Például nem rossz stratégia a többi social media platformodat összekötni, ugye youtube al erről beszéltünk már, de hogy mondjuk Instagramon érdemes egy kérdést feltenni, hogy Kérdezzük meg direktben, hogy mi érdekli a nézőidet. Egyébként nyilván ez a YouTube-stúdióban és az elemzések fül alatt látni fogod, hogy melyik videódat nézik a legtöbben, melyik téma, téma érdekli őket a leginkább de akár egy ilyen TikTokon, vagy Instagramon simán kérdést érdemes feltenni, és akkor ők leírják szépen, és azt, abból tudsz dolgozni, tehát ez nem, nem rossz ötlet. Rendszeres tartalom az is nagyon-nagyon fontos a pénzkereset szempontjából, hiszen ugyanúgy, ahogy elmész jelenleg, ha mondjuk alkalmazott vagy, elmész hétfőtől péntekig dolgozni, ugyanúgy a YouTube is elvárja, hogy ha pénzt akarsz keresni, akkor igenis rendszeresen tölts fel tartalmakat. Mondjuk ez egy nagyon jó stratégia lehet, hogy például hétfőn és pénteken készítesz, vagyis töltesz föl videót, készíteni bármikor készíthetsz, ugye ezt mondtam az előző napon, hogy én egy-két napot szoktam kijelölni, amikor legyártok több-több videót, és akár egy-két hónapra meg vagyok a YouTube videókkal, és folyamatosan mennek föl, mert be lehet őket ütemezni az is fontos, hogy forgass vissza némi pénzt. Az elején ugye nem lehet nagy összegeket keresni, de hogyha keresel egy olyan összeget, ami mondjuk egy jól szemmel látható összeg, akkor érdemes a minőségre pénzt fordítani. Fontos a mennyiség és a minőség találkozása a Youtube-on, hiszen ugye hogyha gyártasz-gyártasz tartalmakat heti kettőt is, de nem jó minőségűeket, akkor nem fogják őket nézni, és nem fogsz tudni pénzt keresni vele. A YouTube exponenciálisan növekedő tendenciát mutat követő számban és nézettségben, tehát egyre több-több nézőt vonz be a YouTube. Öh, több területet is le lehet egyébként fedni a Youtube-on, külön lehet a shortsnak készíteni egy csatornát, vagy külön témákban lehet videókat gyártani, például van, aki ugye e játékkal foglalkozik, tehát gaming csatornája van, felveszi élőben, ahogy játszik, és ezt tök sokan nézik élőben, streamelnek, szóval nagyon-nagyon sok lehetőség van a Youtube-on, és a mentorprogramomban kitalálom, kitaláljuk együtt azt, hogy mi a te célod, és hogyan tudnál te a Youtube-on sikeres lenni, hogyha egyedül nem megy, akkor mindenképpen ajánlom a mentor programomat figyelmedbe. De hogy miből is lehet keresni pénzt a Youtube-on? Először is vannak az együttműködések cégekkel. Például engem nagyon sokszor megkeresnek cégek, hogy küldenének nekem bizonyos termékeket, és, és cserébe készítsek nekik egy Youtube videót a termékről, mondjuk ingyen kapok egy fogfehérítőt, és cserébe nyilván egy ilyen bemutató videót készítsek róla. Egyébként ez egy nagyon jó marketing stratégia a cégeknek szerintem, hiszen én jól járok, mert kapok terméket ingyen, ők jól járnak, mert tulajdonképpen a termék áráért cserébe egy marketinget kapnak, és pár plusz nézőt, vagy potenciális vásárlót, tehát ez nem, nem egy rossz deal szerintem. Vannak ö, szponzorációk, uh, ugye a YouTube-on ma már lehet szponzorálni, illetve pénzt gyűjteni a, a követőittől, a nézőittől. Uh, vannak a reklámok, ugye ez az igazi, uh, szerintem ereje a youtube pénzkeresésnek, a Youtube-on való pénzkeresetnek, hiszen ezt semmik másik platform jelenleg nem tudja itt Magyarországon. A TikTok máshol úgy tudom, hogy már igen, másik országban, de jelenleg még ö, nem létezik TikTokon ilyen, hogy reklámokból lehessen pénzt keresni, míg a Youtube-nál ez elérhető az első ezer feliratkozott után. Szerintem erről lesz még dia, úgyhogy ezt ö, későbbiekben ez is egy előfeltétele. Uh, ugye van ez a go bizonyos Google AdSense, ahol be kell állítani pár dolgot, és uh, ahogy írom is nektek itt, hogy a mentor programban ezt is részletesen meg fogom mutatni, hogy hogyan kell. Uh, de konkrétan a saját termékeidet is árulhatod van, ma már a Youtube-on egy shopping rész, ami, ami hihetetlen számomra, hogy már itt tartok, hogy a Youtube-on lehet akár egy webshopod. Uh, mindjárt próbálom valahonnan előkutatni ezt. Uh, Youtube Studio. Igen, tehát a saját termékeidet tudod reklámozni. az alkotói stúdióban talán. Igen. Tehát konkrétan, hogyha mondjuk nincsen web shopot, akkor itt tudsz egyet készíteni, ami számomra egyértetlen. Um. Na, ezt a videó végére előszedem nektek, hogy hol van ez a, a, a dolog, de hogy ugye én még ezt soha nem használtam, mert, mert nekem nincsenek így termékeim, csak szolgáltatás, de, de tényleg hallottam már ilyet, aki itt csinált webshopot, és tök jó, például itt ugye írom is, hogy pólókat, bögréket is akár lehet árulni, ha te mondjuk vagy egy híres vlogger, van egy csomó követőd, akkor a saját feliratoddal, vagy a saját kép, arcképeddel bögréket, pólókat tudsz árusítani, de akkor a saját termékeidet is tudod árusítani. Úgyhogy ez is egy nagyon jó opció. Aztán még amiből pénzt tudnak lehet szerezni, az affiliate linkek elhelyezése a videók alatt. Ami például úgy néz ki, hogy te reklám, te elmondod a videóban, hogy van egy hajnövesztő szérum, amit te használsz jelenleg, és ezt mondjuk beleágyazod egy vlog környezetbe. Tehát nem kimondottan csak erről beszélsz, hanem mondjuk van egy napi vlogod, és akkor közben elmondod, hogy te ezt használod, és, és mondjuk elhelyezel egy a termékhez kapcsolódó linket a leírásodban, és hogyha valaki erre rákattint, akkor abból te jutalékot kapsz, és hogyha mondjuk nyilván vásárol is, akkor abból te jutalékot fogsz kapni, hogyha ez egy ilyen közvetett eladás igazából. Szóval ilyenre is van lehetőség. Aztán építhetsz. YouTube csatornát más cégeknek, akik mondjuk azt mondják, hogy hát én nekem nincs időm, vagy nincs energiám, felveszek egy embert, aki ért a YouTube-hoz, és te, ha elvégezed a YouTube mentorprogramomat, a 12 éves programot, te képes leszel egy új szakmát és egy új munkahelyet magadnak tulajdonképpen létrehozni, és egy csomóféle hivatást kipróbálhatsz, hiszen operatőr lehetsz, vágó, fénytechnikus, hangmérnök, tehát minden, minden lehetsz egyben igazából, tehát ez is egy opció, hogy YouTube csatornát építs más cégeknek, ebből is lehet nyilván pénzt keresni. Ahogy mondtam, saját termék, szolgáltatás, reklámozás a YouTube-on, nyilván ugye ez kézenfekvő, hiszen nagyon sokan vagytok vállalkozók, akik a saját terméketeket vagy szolgáltatásokat szeretnétek reklámozni, erre a YouTube egy kiváló platform, nyilván itt is kell egy stratégia, amiben szintén nagyon tudok neked segíteni, mert csináltam már ilyet, akik, akik tehát vállalkozóknak segítettem már, akik hozzám fordultak, hogy figyelj Jenny, én hogyan tudnék, mondjuk a, a, a sminkes vállalkozásomnak egy jól működő YouTube csatornát készíteni, erre tudlak megtanítani a Mentor Programban. Tehát ez is egy lehetőség nyilván, hogy a saját termékedet árulod a YouTube-on, vagy a szolgáltatásodat. Egyébként ugye sokan azt hiszik, ami tévhíz, hogy a youtuberek ingyen élők is dőlnek, ha milliók, ez nem így van. Mindenért az életben szerintem meg kell dolgozni, minden sikerért, így a YouTube-on uh, ahhoz, hogy pénzt keres, azért is meg kell dolgozni. Nem a gyors meggazdagodás eszköze, ezt is le kell szögezni, de, de sok lehetőséget rejt ez biztos. Ugye említettem nektek ezt a Google, bizonyos Google AdSense fiókot, ami feltételekhez köti az, hogy a reklámokból pénzt tudj keresni, tehát a YouTube a videóid előtt, közben vagy a végén videókat helyez el, és ebb, vagy a reklámokat helyez el, és ebből te bizonyos jutalékot fogsz kapni. Ehhez 4, 4000 óra nézési időre van szükség, 1000 feliratkozóra minimum, és ugye a reklámok után kap bevételt az alkotó, amik a videó közben előtt és után jelennek meg. Ezt te be tudod állítani. Lehet, hogy te csak a videód végén szeretnéd, hogy legyen ilyen reklám, hogy ne zavarja a néződet a videó közben, de lehet, hogy végig berakod, mert szükséged van a pénzre. Egyébként ma már a YouTube sorcból is lehet bevétel, ugye tudjátok, ez a rövid videó, ami a TikTokhoz hasonló, rövid egy perces, itt egyperces videót lehet készíteni. Most, amikor ezt a videót felveszem, még így van, de lehet, hogy már a YouTube, a shorts is változik hamarosan. Itt elég minimális a bevétel, amit lehet szerezni, a nagy videók hozzák a jobb bevételt. De természetesen a mentorprogrammal lépésről-lépésről megmutatom, hogyan kell ezt is beállítani. A szponzorációkról érdemes pár mondatot beszélnünk, hogy hogyan lehet kiépíteni a cégekkel ilyet. Nem kell egyébként több százezres követői tábor, Hitelesebb tudsz maradni a követőidnek, hogyha csak mondjuk egy-2000 feliratkozód van, és most már képzeljétek el egy csomó cég, direkt arra szakosodik, hogy csak egy, egy ilyen rövid kis feliratkozó számú csatornával dolgozzanak, mert sokkal személyesebbek ezek a csatornák, és az átlag embert állítólag sokkal jobban el tudják érni hogyha ezekkel az alkotókkal dolgoznak együtt, akiknek akár csak tényleg 1-2 ezer feliratkozójuk van. Ez is egy új dolog, tehát nem, nem csak a több százezer feliratkozó számú YouTube csatornák kapnak ilyen szponzorációs lehetőséget, hanem a kis feliratkozó száma rendelkezők is, ami szerintem tök jó lehetőség. Egyébként te is megkeresheted a cégeket, de egy idő után ők is megfognak, ha látják a rendszerességet, így látják a konzisztenciát, engem is akkor kerestek meg leginkább, amikor leheti egy-két videót töltöttem fel. Ugye mióta én az oktatási vonalamra helyezem a hangsúlyt, így így én kevesebbet töltök föl, és most nekem más lesz a profilom, tehát profilváltásban is vagyok, de. Azelőtt én is a heti kettőt tartottam azért. Említettem, hogy tudják támogatni a nézőid is a te munkásságodat. Van most már a YouTube-on egy havi előfizetéses rendszer, tagsági díjak, ugye ahogy például a Netflixen előfizetsz, vagy az HBO-n, vagy a Disney Plus-on, így kitalálta a YouTube is egy rendszert erre, hogy lehessen támogatni akár pár ezer forinttal is, de a te munkádat, amit akár ö, tudsz beforgatni a YouTube karrieredbe. Ugye támogatnak a munkádért, cserébe a kirjevelt vagy exkluzív tartalmakat biztosítasz számukra, olyat, amit a többi ö, feliratkozód, akik nem fizetnek neked ilyen tagságidéjat, azok nem láthatnak, például egy olyan napodat, vagy egy olyan termékedet, ami még csak most fog kijönni, vagy egy olyan szolgáltatást, ami, ami egy nagyon különleges, vagy, vagy mondjuk valamilyen kedvezményt adsz nekik, és elmondod a videóban egy kezelésre, vagy ilyesmi, vagy egy edzés, vagy ingyenes edzős tartalmat kapnak, tehát, vagy nem ingyenes, nyilván ők ezért fizetnek be egy plusz pénzt, de ezért nekik plusz tartalmakat készíthetsz. Nincs fix összeg, ami kötelező, mindenki eldöntheti egyébként, hogy mennyivel támogat, különböző szinteket tudsz beállítani, hogy mondjuk lehet, hogy van két vagy három ezer forint per hó, ők cserébe ennyit kapnak. Ha egyel további vagy magasabbi szintre, mondjuk egy tízezres, akkor ott már heti három videót vagy plusz tartalmat kapnak, vagy ha ma még magasabb, akkor még többet. Tehát így, így lehet egy ilyen előfizetéses rendszert kiépíteni, szerintem ez is egy nagyon jó lehetőség. Említettem, hogy ezt a YouTube shoppingot, van lehetőség közvetlenül a YouTube-ra feltölteni a termékeidet, ami szintén hihetetlenül jó lehet, vagy akár a webshopodat összekapcsolhatod a YouTube-bal, és egyből átirányít téged, vagyis a vásárlót a webshopodra. Ha van saját terméked vagy szolgáltatásod, például termékbemutató videót készíthetsz, vagy szolgáltatásodról tudsz beszélni, közvetlenül értékesítheted magadat, a termékedet, a szolgáltatásodat a YouTube videóiddal. De ha számodra ez még mindig-mindig túl sok, és úgy érzed, hogy az öt nap alatt nagyon sok mindenre rávilágítottam, ami amivel kapcsolatban te többet szeretnél megtudni, és igenis profi szeretnél ebben lenni, és komolyan akarod ezt venni, ö, ö, mindenképpen hív, foglalj velem egy hívást, egy ilyen időpont foglaló linket osztok meg itt a leírásban. Rákatintasz és, és tudsz egy 30 perces ingyenes konzultációt foglalni velem, ahol lépésről lépésre átbeszéljük, hogy te hogyan tudnál a legtöbb pénzt keresni a YouTube-bal, illetve ezzel a mentor programban, hogyan tudsz a legjobban részt venni. Segítek beállítani a mentor programban a passzív pénzkereséshez a Google AdSense-et is, tehát ezért is nagyon-nagyon jó. Tehát mindenképpen érdemes egy időpontot foglalnod, hogyha érdekel téged, bővebben mindaz, amiről az öt nap alatt beszéltem. A linket leteszem az időpont foglaló linket leteszem a leírásba, és a zárt Facebook csoportnak a linkét is, ott fogjuk tudni tartani a kapcsolatot továbbra is, illetve nyugodtan, ha bármilyen kérdésetek van, a csoportba is kérdezhettek, e-mailben is kérdezhettek, az e-mail címem is itt van egyébként az infoboxban, illetve bármilyen platformon tényleg rámírhattok és további információkkal. Tudok nektek szolgálni a mentorprogramról, úgyhogy remélem, hogy minél többetökkel fogok találkozni a mentorprogramban, de ne felejtjétek, hogy maximum 15 emberrel fogok tudni együtt dolgozni. És most ugye ez egy három hónapos mentorprogram lesz, addig biztos, hogy ugye nem fogok tudni új emberekkel foglalkozni, ezért tényleg érdemes erre most lecsapni. Hát remélem, hogy tényleg találkozunk a Facebook csoportban, mindenképpen jelentkezzetek, csatlakozzatok, és tartsuk a kapcsolatot, és sok sikert nektek a Youtube-on. Sziasztok!